Sziasztok, Szerbu Szemese! És ja. most azért vagyunk együtt, hogy ezt ilyet még nem csináltunk, de megértik nektek, hogy visszanézzük, hogy mit mondtunk tavaly, és ehhez képest mi lett. Ez egy elég érdekes vállalkozás, hiszen igazából nagyon-nagyon ritkán lehet egészen pontosan meghatározni, hogy mi lesz, és mi mégis nagyon okosan mindig megpróbáljuk meghatározni, ugye? És hát most szembesítjük egymást és magunkat azzal, hogy mennyiben volt igazunk, ugye ez egy kicsit a puding próbája is. És, akkor, és euh, nagyon tanulságos volt nekünk is megnézni. Nagyon. Meg. nagyon. Úgyhogy én most pillanat... Igen, ja, és boldog új évet mindenkinek. Igen, nagyon boldog új évet mindenkinek. Pillanat. Ö, nyitom azt, amit elkészítettél, és köszönöm szépen, hogy elkészítetted ezt a visszanézéses figurát. Ugye ezzel kezdtük annak idején is, Euh, méghozzá ugye a diadalszekérrel, és ugye azt is elmondtuk, hogy a diadalszekér az azt is jelentheti, hogy valami berobban, valami elindul, illetve, amit én mindig mondok, hogy ez anélkül nem fog elindulni ez a szekér, hogy te ne tudnád, hogy mit akarsz. Neked milyen volt egyébként az év? Nekem katasztrofális orvosz az igazat megvalva. Nem, semmi. nem indult el semmi, és pont azt, pont azt, érzékeltem, hogy, 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 hogy nem, nem, nem tudok balanszba maradni. És ez a balanszhiány, tehát hogy ez az egyensúlytalanság az, ami, ami, miatt nem, nem haladok a dolgaimmal, nem haladok azokkal, amikkel, amikkel szeretnék, egészségügyi témákban is megjelent nyilván pszichoszomatikusan, és a többi. Tehát, hogy nem, nem, nem kifejezetten mondanám azt, hogy az, amit mondjuk egy diadalszekér meghozhatna mm. nekünk, de hát pont azért, mert ahogy én tapasztaltam, én sem tudtam azt a két szfinxet úgy tartani. Hát ez az. Tehát itt tényleg az volt a kulcs, hogy tudod-e gondolataiddal irányítani a dolgokat. Ez nagyon érdekes, mert ha én visszanézek, akkor azt tudom neked mondani, hogy mindaz, amit be energiát és figyelmet raktam bele, az sikerült tehát amiben munkát, energiát, figyelmet raktam bele, az sikerült. Mm -hmm. Egyetlen olyan téma volt, amit nagyon szerettem volna, ha, ha többet tudok benne elérni, am amiben viszont magán, hogy mondjam, önhibámon kívül, inkább így mondanám, nem tudtam annyi energiát rakni, az nem sikerült érdekes módon. Tehát, jó, tehát nekem tehát abszolút ez a, a diadalszekérnek a, a, hogy mondjuk, van. az árnyoldala és a pozitívuma is, tehát amiben beleraktam az energiát, és majd légy írjátok meg ti is kommentben, hogy nektek milyen pozitív és ugye ez a diadalszekér, ez mennyivel a tükröződött abban, amit elértetek. És köszönjük szépen előre is. Még egy megjegyzés 2023-ról, hogyha visszagondolok az életemre, meg úgy vannak olyan évek, amiket úgy, 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 úgy megjegyezni, nekem például 2016 is olyan volt, nem, 2006. És olyan évek, amikről így ez a megjegyző. Azt hiszem 2023 nem az az év lesz, bármit, bármit, amiről bármit is megjegyeznék. Nekem vagy úgy olyan. Igen. Egyébként igazad van, tehát egy szörnyű év volt a világpolitikában is, ezt azért Akkor. rögzítsük, és sajnos ebből a szempontból baromira bejött az, amit hát ajángattunk itt, mert nem jósolunk, hanem egyszerűen megpróbáljuk, ugye az idő szövedékének a fájtlát lát följe és hát alá tudunk nézni. Azt nem te következel a, a szívünk. Igen, igen, igen. Tavaly beszéltünk arról, és bemutattam már, hogyha lapozol a következő Ilyen, is a Tavaly be, bemutattam, és mindenkinek azt szeretném javasolni, hogy ha mi el, el szeretném írni, akkor nyugodtan nézze meg a tavalyi előrejelzésünket és a tavalyi előadásunkat, mert most nagyon részleteiben nem megyünk bele, ezért nem fogom elmesélni most a Saturnus Uránusznak a szinodikus ciklusait. De alapvetően az, az volt a megállapítás, hogy az, ami 2021-ben az utolsó negyedes állapotánál ennek a két égítésnek a találkozásához viszonyít. Ugye hogy az utolsó kvadrátot veti az a következő színód és találkozását, ami majd 2032-ben lesz. 2021 óta egy olyan állapot alakul ki, ahol már tud tudjuk és mindenki érzi egyértelműen, hogy a fe, a, a jelenlegi rendszer az fenntarthatatlan. Tulajdonképpen már minden résztvevője a, a, a társadalomnak tudja, hogy a rendszer fenntarthatatlan. Az más kérdés, hogy fogalma nincsen senkinek arról, hogy mi lenne a megoldás. Illetve mindenki jön korszakalkotó megoldásokkal, de egyik megoldásának rosszabb, mint a másik. Tehát, hogy megoldások nem hozzám. születnek. Igen, és, hogy embere, és ember ellen. Arról nem is beszélve. Ez a legrosszabb. Tehát a, én nem bánnám, hogyha sokféle megoldás lenne, még akkor sem, hogyha ha olyan megoldások születnének, amik egy kicsit olyan rossznak tűnnek. Csak engem az aggaszt, hogy ember, emberiség, és főleg ember ellenesek. Tehát valahogy mindig azt mondják ki, hogy mi vagyunk a feleslegesek, mi vagyunk a kártékonyak, és a földet kell megmenteni és kikérem magamnak, bocsánat. Tudom, mert ez a vagy azért nagyon, erről tavaly nem beszéltünk is, de ezt te is többször elmondtad. Ez egy, ez egy, ez egy teljesen logikátlan. Tehát, hogyha mit egy spirituális teszünk, és teljesen logikátlan, a földet nem kell megmenteni. Köszönjük szépen, ez a bolygó milliárd évek óta itt van, és tök jól el van. Már kipusztultak rajta a dinoszauruszok, a nem tudom, mi minden történt vele, pont semmi nem fog akkor történni, ami is eltűnünk a földnevű bolygóról. Tehát, Gája, köszönjük szépen, meg fogja védeni saját magát. Ezt a meg. magunkat kéne nagyon, nagyon is megmenteni és megváltani, tehát nem a földnevű bolygó. Így van. Na nézzük akkor a téridő pillanatot. Ja, itt visszatérve csak egy mondat, hogy azok is értsék, akik nem annyira vágycsülők. A Saturnus urárus fényszögek azért időnként a földrengésről szólnak, hiszen a Saturnus a státuszkód próbálja megtartani, az urán, nem minden felrobbant, és ugye 21-ben volt a kvadrát tulajdonképpen, 80 ban indult a konjunkció, és az mindig egy olyan generáció, amely valamit úgy akar megújítani, hogy a régi talaján megtartani a fundamentumokat, és arra ráépíteni valamit. Ezt azért mondjuk el, mert különben nem igazán biztos, hogy követni fogjátok tudni. Na itt volt a tévidőnek a, ugye a, a január 1-i képletünk, ez 2023-ban volt, és amit ugye, ha jól emlékszem, amit én kiemeltem, az három vagy négy dolog, az egyik ez a bizonyos Vénusz Plutó konjunkció, és ez a, a, a ugye a Plutónak soha semmi nem elegendő, a Vénusz pedig a szépség, harmónia és pénz energia, tehát így, hogy itt nagyon sok pénz fog kockán forogni, és ez tulajdonképpen a, a kisebbik szupersiker energia, mert a nagyobbik ugye a Jupiter Plutó, tehát itt a kis szerencse kapcsolódik a Plutóval, és ez valamennyire ez a, ez a hatalmas pénz. Tehát valahogy így nem emlékszem, hogy hogy fogalmaztam meg, de valami ilyesmi lehetett. Tehát a pénzügyi manipuláció. Ezt a így megnéztem a videót, szó szerint igen, pénzügyi manipulációt, pénzügyi manipulációt így, amit, mondtunk. Na most a másik, ugye, ami... Bocsánat, annyit, hadd ha említsek más meg más. itt ez a Pluto-Vénuszhoz. Ez ugye Budapestre felállított képlet. Különben az nagyon érdekes, hogy az, hogy a, hogy a semmi nem elég pénzügyileg és a pénzügyi manipuláció. De ha megnézzük azt, hogy, a, hogy hogy ez a budapesti képetben a négyes házben, Kerül. Nekem egyértelműen a, a háztartások pénzügyeivel kapcsolatos témák, az ami azért a 2023-ban, hát ha valami volt, akkor talán az, hogy mindenki érezte, amikor a boltba elment, hogy kicsit, kicsit többet fizettünk ugyanazért a mennyiségű előség. termékért, mint, mint, a, mint, ami, Igen. Igen. Úgy, hogy ami a döbbenetes, és szerintem az olival is beszéltétek a, a, a hogy de amúgy hova? Tehát, hogy a vállalkozás, tehát hogy a nagy cégeknek nem lehet. -e, megnézed a pénzügyi beszámolókat, amúgy nem veszteséges. Tehát most miről beszélgetünk? Tehát, hogy mi indokolja ezt az írtózatos áremelkedést? Semmi. Semmi. Igen. Aztán ugye ez a háború, tehát a descendens, ami a, a, a párkapcsolatok, társas viszonyok, szerződéses viszonyok és nyílt ellenségek pontja, ott volt a Keiron, mindig korsban van a desztendens, január 1 0 órakor, tehát ezt azért rögzítsük. Csak Bizon, a nincs mindig ott. 50 évenként van ott, ugye? És most éppen ott van, tehát ez a háborújelzés, és még egy fontos dolog, két fontos dolog. Az egyik ugye a vertex elrisz együttállás, tehát a drasztikusan megváltozó külső körülmények ellen nem tehetünk semmit. Ugye ez a tehetetlenség pontja a vertex, tehát az örvény, vagy, vertex, vagy vertex, mind a, mind a kétféle képen, sőt, vortex, így is ejtjük. Mindegy, az örvénypontja, az irányíthatatlan folyamatok pontja, és emlékezz vissza, hogy erre biztos, hogy azt mondtam, hogy itt egy csomó olyan drasztikusan megváltozó külső körülmény lesz, amit nem tudunk irányítani. Így van, Én és, lőm. hogy ne kapálózzunk, mert a, a, az örvényben nem kapálózzunk, hanem, hanem csak lemegyünk a mélybe. Illetve de ugye az Uranusz 7 évig van a, a Vénusz által uralt bikában, ami azt jelenti, hogy éppen azt cseszi szét, ö, szép magyarsággal, mit a biztonságot, harmóniát, pénzt, mindazt, amit a bika szimbolizál, azt az Uranus, hát éppen szétrobbantja, miközben abban az évben még az volt a feladatunk, hogy ennek ellenére próbáljunk teremteni stabilitást, békét, hurá. Hát ez az, amiért nem lett, tehát nem volt lehetséges igazából ez a kettő. Aztán ennyi volt. Igen, ezek voltak a dolgok. Illetve volt azért nekünk egy koronánk, ö, ami hát azért ö, nem egy, nem egy csúnya, tehát fogalmazunk így, ugye tulajdonképpen egy, egy, egy átfutó trigon, amire rá vannak a van három harmónia háromszög tulajdonképpen, vagy egy, egy misztikus négyszög, aminek a tetején van egy harmónia háromszög, lehet tudni, hogy itt a, a csúcsdísze ennek a ennek a koronának a veszta, a fókuszáló képesség, ami önmagában is azt jelentette, hogy figyelj már oda. de figyelj, figyelj oda, mire? Önmagadra, ugye az egófejlődésedre, a sorsodra, a jövődre, MC, és az, amit hozol magaddal a múltból. És ugye itt nagyon érdekesek voltak a, a transzcendens testek, hiszen ugye a felszállón ott van az albion, a teremtés, tehát az, hogy négy felé vágja magát, és ugye megteremti a, négy, a, négyféle aspektust albion, az ember négyféle aspektusát. Az, M, az mc a Viktória, ez nagyon érdekes volt, nem tudom, ez mennyiben, tehát ez a a egy győzelem, de pont, pont azt említetted meg és az volt a következtetésünk is hogy bármi is van akkor is ott van a lehetőség hogy le tudjuk győzni hogyha, hogyha megragadjuk azt a, a, a ott a veszta energiáit amivel különben csak az volt és ez volt a megállapítás is a legnehezebb hogy azért ehhez olyan tudást kell felhozni, azért az, ha csak az Atlantis nézzük, mert ami nem egy ilyen kézenfetet, ez nem a tudatossággal fókuszál, de nem feltétlenül a tudatossággal ö, ö, győzhető le, hanem nagyon sok tudatalatti ö, energiát és és a gyökerekhez kell visszanyúlni, igen. Így van, és hát ott volt a karma nevezető hogy a, a napon, hát ha, ha ez az év nem volt karmikus, akkor nem tudom, hogy mi volt. Na, tényleg, tehát tényleg. Így, így van. Igen. Tehát ez azért nagyon döbbenetes, és ugye az még nagyon ö, tetszett nekem, legalábbis hogy a leszálló olcsóbb két olyan állócsillagon van, ami ugye gyökeresen máshol helyezkedik el, de ugyanakkor a, a Skorpió 11.-12. fokán van ö, asztrógiai fokilag, de nézzétek meg az Fekka, ugye az északi korona alfája, az akrux pedig a. a dél keresztjének, ezt a csillagot soha nem látjuk sajnos innen az északi féltekéről, és az akrux az anyag keresztje, az alfekka pedig a, a boldogság, a női feminin életerő és teremtőerő és boldogság és azért a létezés dilemmáját fejezi ki ez a két állócsillag, ha az egyik prominens, szinte biztos, hogy a második is ugyanúgy prominens, hiszen szinte egy fokon, egy fokon belül állnak, az, mondom, az fokot többi pozíciót nézve, és pontosan ez az, hogy tehernek az anyagkeresztjének éled meg ezt az évet, vagy pedig hedonistaként, és hát ha csak arra gondolunk, hogy ugye a kijevi aranyifjúság, akit nem soroztak be, az van ellentétben azokkal, akik ott ruhadnak a lövészákokban. Tehát ez azért egy nagyon durva, szóval, hogy mondjam, képe volt ennek az egésznek. Abszett, de Jó. szerintem mindenki felteti magának egy kérdés, hogy 2023-ban a keresztet cipelte, vagy a boldogságot -e? megteremteni. Igen. Igen. Én most megmondom, hogy én a, kereszt, én a keresztre szavaztam. Nem volt, nekem nem volt rossz éven, változatlan ezt mondom. Nagyon gyorsan, ugye volt, itt egy nagyon izgalmas csapézunk, ez egy karmikus csapéz, hiszen három karma fényszög is van, az alapja is az, és a teteje ráadásul egy baromi nagy feszültség, ugye egy napkeiron kvadrát, tehát abszolút kikerülhetetlenek voltak idén, mármint 2023-ban a karmikus sebeknek a megélése. Tehát ezt azért rögzítsük, ez sajnos abszolút így van. És akkor ami még érdekes innen, azt emeljük ki talán, hogy a Keironon ott van Hell, Gaia és Leila Kuhona, ami megint barom érdekes, ugye Hel az alvilág istennője, a, hát Gaia maga a földanya, és a Leila honna ugye, az egyik, erről van is egy közös videónk, a ami a, tulajdonképpen ugye az a madár, aki arany és ez is a rendelkezik, és folyamatosan ö, egy ilyen, egy ilyen éjszaka, éjszakai madárról van szó, aki folyamatosan emesfémeket zabál, de ha túl zabálja magát, akkor nem tud felszállni. Tehát az a fajta szimbólum, amikor a saját alap ö, funkciódat nem tud ellátni, mert valamit túltolsz. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a karmikus mizéria kapcsolódik hozzá, és nézzétek meg, a háború maga a túltolása, az pontosan erről szól szerintem, alapvetően. Jó, egyébként nagyon érdekes, egy csomó mindent, ö, igen, itt még ö, fel, tehát itt a, ennél a karmikus rapéznál azt írtam föl, hogy régi sepek szakadtak fel, erőszak, erőfitoktatás, nem felejtünk, ugye ezek voltak a, a, azok a, a hívószavak, amiket annak idején erről a trapézról szerintem lehet, hogy így nem... Tehát, Idézem. Én voltam a... Én jegyzeteltem. A, 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 a legnagyobb mondani való, hogy itt olyan hatalmas feszültségek fognak gerjedni, amelyek, amelyek egy, egy kirobbantó energia ahhoz, hogy hogy, tehát, hogy semmi nem megoldódik, csak tovább eszkalálódnak a feszültségek. Ez történt. történt, igen. Igen, sajnos. És akkor várja el, mert itt van... És még hát erre a következő alakzatunk mert még jobban ráerősített ott. Ez azért nagyon durva. Tehát az, hogy az Eriszen ott van Feton, Nagaszaki és Memphis, tehát tényleg konkrétan az atomháború fenyegetettsége az megjelent, szinte állandóan és naponta, tehát ez nagyon durva volt, és várja, mi volt, ami még itt érdekes lehetett nekünk? Emlékszel erre? Alap, alapvetően a, 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 ez volt a csúcsa ennek, hogy ugye, mert ugye ott, ott, ott gyűlt a legnagyobb feszültség. Igen, tehát, ez hogy, hogy a, is ebbe a fényszökkébe annyi lehetőség volt abban, hogy milyen, mi, mi kell lehet megoldani, ugye ott akár olyan, ha a trigonpontokat, vagy trigonokat néző, tehát hogy mert azért mégiscsak ott van egy misztikus négyszög benne, tehát a megoldás lehetősége, csak sajnos az a T-kvadrát, aminek a csúcsán ott van az r és mint hogy tudjuk, az a, a, kriga axiómák szerint a szaraz bekövetkezik, a jóért megtenni kéne, nem biztos, tehát hogy itt én azt érzem, hogy a tevékenység hiánya az, ami, ami azt okozza, vagy a közbelépés hiánya, hogy inkább a drasztikusan megváltozó külső körülményeknek az eszkalálódása történt, miközben valahogy a, a, a nép részéről, vagy az emberek részéről meg van egy ilyen, hogy mondjam, egy, egy makacs közöny. Én, én, azt éreztem 23-ban, hogy, hogy, hogy a, ahelyett, hogy ez a fókuszálás megtörtént valami az előzőnél, előző konfigurációnál fontos volt, Inkább ez, a, illetőleg, ha csak megnézzük az önálló gondolkodást és az okos gondolkodást a Pallasztaténével. Ez amikor... Pont ezt akartam kérdezni. A Merkúr Pallaszaténé mind a kettő retrogált és szemben állnak egymással. Tehát a locsogás hiába bak akkor is a belkúr az a hétköznapi veszéd, és akkor ugye a kicsit visszafogott uh, ugyan, de ugyanakkor pedig a panaszatén a bölcsesség az is vissza van fogva, és szemben ah. állnak egymással. Tehát a nem tárgyalunk, ez a nem tárgyalunk. Nem, tárgyalunk, nem tárgyalunk, tovább megyek, hogy még nem a, nép, a nép részéről, meg hogy nem is gondolkodunk. Pontosan. Pontosan. Hát ez, volt ez. Még egy, igen, volt még egy dobogónk, ami azért volt nagyon izgalmas, legalábbis nekem. Ugyanis, hát itt majd a, a, fúziót és a macska szem között, mert az, döb, tehát, az, tényleg döbbenetes, de ami miatt ez érdekes volt, mert itt a tisztállátás kérdései majd nagyon durván előkerülnek, ami érdekes volt, a mesártim, ugye a hold a mesártimon áll, és ezt gyorsan ide kattintok, csak megmutatom, hogy nagyon közel áll a seratlanhoz, a bétához, ugye ez a gamma csillag, tehát szinte egy tényleg egy belül vannak, de mégis az állócsillagoknál azért nézzünk különbségeket, hogyha félfok akkor is, és a mesartimot nevezték korszakváltó csillagnak. És ugye azt mondtam, hogy mivel a hold itt áll, ez bizony egy korszakváltás kezdete lesz, még nem zajlik le, de biztos, hogy azt fogjuk mondani vissza, nézve, hogy ez bizony itt, itt kezdődött valamilyen nagy váltás. És Igen. akkor és ugye a, 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 másik nagyon fontos pontja ennek a dobogónknak az a transplutó, és a transplutó két nagyon fontos pont ö, ö, jelenik meg, ugye áll egy vonalban galaktikus pont, az egyik az a medúza fúzió, a másik pedig a macska szemkő. Tehát erről elég hosszasan beszéltem én tavaly, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg a videót, de ugye az, az egyik az egy bekebelező energia, ami arról szól, hogy a nagyhatalmak, tehát a mondani valója is az üzenete az volt, hogy folytatódik a nagyhatalmak bekebelező tendenciája a kisebb hatalmak irányába, melyek értékkel bírnak. Tehát, hogy mikor az egyik galaxis felzabálja a másikat, már bocsánat, akkor ez történik, és ez jelentkezik a világban. A másik, ami megjelent, az a szemköd és majd egy másik szem szimbólum is meg fog jelenni, a sauron szeme. A szemköd és a sauron szeme, amik, amik prominensek ebben voltak 2023-ban, azáltal, hogy a transplúto egy vonalban átveri hogy a az mindig valamiféle dimenzió közti áthidalást és át, á, átmenetet kép, képise. de azért itt mindenféle, én mindig azt mondom, hogy azért a minden mindent átcsatornáz. Tehát, hogy valami, ami csatornázás, mediáció, és a többi, és a többi, az mind hozzá kapcsolódik, ha csak ugye a mérlegel hozzuk párhuzamba. Most a macska szemködés, és a szem szimbólum, az a, 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 azt mondtuk, és az volt a, megállap, a megállapításunk, hogy a Big Brother effekt az folytatódik. Hát a következtetés, mi történt 2023-ban most azon kívül, hogy akármilyen csatornát és szociális ilyen Facebook egyebeket nézegetünk, most már nem tudunk olyan dologra lekartintani, ami után nem ehhez kapcsolódó százezer posztot és akármit küldenek el nekünk, tehát hogy abszolút érezhető, hogy bármit csinálunk, látjuk, hogy ki hol van, ki mit csinál, miért csinálja, és a többi. A másik, ami amit így nem mondtunk ide 2023-ban az, az AI-nak az előtörése, vagy ugye az EMI-nek, a mesterséges intelligenciának az előtörése, az, hogy most már csetelni tudnak a gyerekek, a felnőttek, mindenki egy mesterséges intelligenciával, ez egyrészt nagyon izgalmas, másrészt nagyon ijesztő is valahol. Tudnék, azért azt nem felejtsük el, hogy egyrészt ő figyel minket. Tehát most ez így nagyon hülye hangzik, és nem, én nem akarok ilyen matrix, meg ilyen, meg, meg, mi volt a film a Terminátor, amikor már a mesterséges intelligencia megfigyelt, meg ilyen, de tulajdonképpen ő megfigyelt. Itt. Tehát minden egyes kommunikáció, amit vele folytatunk, ő azáltal tőlünk Itt. és rólunk tanul. Ez nagyon izgalmas, de hogy a személyisége, és és most már kimerem mondani, hogy a személyisége hogy fog alakulni, valószínűleg ez is benne valahol az emberiség fejlődésében, de ez már egy ilyen szingularitás irányába viszi a viszi Itt. az, az emberiséget. És ennek a legfontosabb, hogy megfigyelve vagyunk. Abszolút. Mi magunk, és önként alolva állunk a kamera górcsődében, hogy figyelj meg, menjünk, a mert Facebookra kiposztoljuk, hogy hol jártunk, hol nyaraltunk, kivel találkoztunk. Elképesztő. Sőt, a kedvencem most, ami 2023 végén volt, mindenki folyamatosan fotókat osztott meg, hogy az AI uh, miket -mike csinált róla, és milyenné változtatta, mint tündéré, meg ilyenné, meg olyanná. Uh, teljesen torz képek születtek, lehet, hogy valaki ezt nagyon szépnek találja, nem akarok itt véleményt formálni erről, de valahol ez is elgondolkodhat, hogy tulajdonképpen ezt most miért csináljuk? Miért? És mi történik utána ezekkel a fotókkal, amit az AI megcsinált? Nem tudom. De az, hogy most bármilyen tartalmat le tudnak gyártani, ba, tehát teljesen valóságos élő személyiségeket le tudnak gyártani, akinek a szájában lehet adni dolgokat, azért ez nagyon-nagyon durva. Tehát hát itt meg én... egy témát, és megírja a szakdolgozatot. Aha, igen, igen, igen. Jó, köszönjük, és akkor itt vannak a nagybolygó állások, ugye, és jegyváltások, amit kimondottan, ugye, a Plutót emeltem ki, ezt a táncot, a bak és a vízöntő között, és igen, mondtad is, hogy olyan túl sokat nem beszéltük róla, egyszerűen azért, mert az összes asztrológus erről beszélt, tulajdonképpen és egy kicsit én már untam, és hogy nem fogjuk tudni pontosan, hogy mi lesz. Annyi biztos, hogy amikor utoljára járt a Pluto a vízöntőbe, hát akkor volt a francia forradalom, az ipari forradalom, az amerikai forradalom. Mit mondjak? Amerika megszületése, az is akkor volt. Tehát, hogy egyfajta. Hát nem tudom. Tehát nagyon remélem, hogy az Európai Egyesült Államoknak a megszületését nem kell majd ehhez kötnünk. Én nagyon reménykedem, hogy ezt, ezt nem fogja tudni megcsinálni, de bármi lehet, tehát lehet egy hatalmas egy országban egy nagy forradalom, ugye itt még csak táncolod a vissza, még, még 2024-ben is, tehát még, van. még, végleges átlépés, majd 25-től kezdve van, és ugye az lesz az, igazi, az igazi korszakraváltás, majd az lesz, amikor a Szaturnusz ugye a Neptunusztal együtt belép a, a korsban. majd 26-ban, az lesz, az, az abszolút a lesz, és akkor a nagybolygó... De mégiscsak van itt izgalmas a Plutónál, amit, amit aztán néztünk. Igen, várjál, melyik? Ja, nem, nem, ott, ott, álltál, ja, ez, ez a, a kvadrát. Ez jó, a karma ketrec. Igen, a karma ketrec, igen, ezt tényleg az összes nagybolygó közül, ez azért emelem ki, mert ez döbbenet, két döbbenetünk van, ugye ez az egyik döbbenet, ugyanis emlékezetek vissza, hogy július, mint utána, most, mostában derült ez ki, hogy majdnem tűzszünet lett júliusban, 2023. júliusában. Ekkor volt az, amikor Boris Johnson gyakorlatilag elment Kiev és leállította a tűzszüneti tárgyalásokat. Majdnem. Szinte megegyeztek az oroszok és az ukránok, és akkor nem kell, hogy meghaljon másik 300 ezer ember, és nem kell, hogy megnyomorodjon egy fél ország, vagy egy egész ország, de tényleg sorsforduló volt, és te ugye te is rájöttél valamit. Igen, akkor -e még Igen számít? hogy mindeközben júliusban történtek már olyan cisziordani katonai fellépések, amik már olyan komoly áldozatokat követeltek, hogy nagyjából már látni lehetett, hogy Békés úton a gázai Jövezetnek és az ottani helyzet nem fog tudni megoldódni, és ez csak ez kalálódott októberben, amihez szintén majd majd mondunk egy pár keresetlen igen. szót. Hát igen. Jó, tehát azért mondom, hogy tényleg érdekes volt így visszanézni, remélem, hogy ti is annak találtuk, Nekünk nagyon tanulságos volt. Ugye igen, itt vannak a úr egyváltások. Ez azért is érdekes, és azért is így a Plutóhoz tettük, mert, mert ugye a Plutóról sokan beszéltek, csak ami transzcendentális karmasztrológiai szempontból érdekes, hogy ezt a Plutó, ezt a vízöntő bak nem egyedül járja, hanem az amikus és a Krantor nevezett kentaurok társaságában járja. Na most ezt Ó, azért kifel... Az amikus és az Oriusszal, mert a Krantor a halak... Igen, bocsánat, igen. Semmi gond, csak a... Igen, tehát ez igen. a három... Ezt a, keretve... a bekeretezett Igen, igen, tudom, azért, én meg én is hiszen csak emlékszem rá, hogy nagyon fontos is, de az Amikus és az Orius az, ami igazából együtt van a Plutóval végig, végig 2023-ban. Abszolút, és az, ugye, hogyha megnézzük ezeknek a témáit, hogy mit hoznak be, ugye egyrészt, hogy itt van az óriusza, és oda is van írva, hogy megérdemelt büntetés. Itt nézhetitek meg, igen. Megérdemelt büntetés. Tehát, hogy itt egy olyan büntetésorozatról van szó, ami hát erre fel, le, fel lehetne készülni, hogy elkerüljük a legrosszabbat, csak nem készültünk fel. Tehát, hogy ez, ez nem történt meg. De alapértelmezetten sejthető volt, hogy nem egészséges állapotok uralkodnak. Rosszabb a helyzet, mert az Orius ráadásul azt fejezi ki, ugye nagyon sokszor elmondom, hogy az Orius, Orius és a testvére, mivel Árésznak a, a dédunokái, ezért megérdemlik a büntetést, amit kapnának, de nem kapják, nem meg kapják a büntetést, meg büntetést, Tehát pont ez a, a, megérdemelt, a enyhébb büntetés. És ez a durva, és ezt láttuk végig. Hogy a, a Pluto, mint az erő, a hatalom és a transformáció bolygója emeljük ki a hatalmat, az végig az volt, hogy a hatalmasok, tehát kezdve az, es az eltűnt Pfizer SMS-ekig, egészen Biden papa fiacskájáig, meg egyebekig, hogy, ahogy hogy, hogy, hogy az, a, az az angol kifejezés jut az eszembe, hogy they got away with murder, tehát hogy, hogy a gyilkosságot is kikerülték, nem beszélve, hogy ugye, e, e, hogy, hívják, e, e, hogy hívják, azt a, a, pedofil, hogy hívják ott hálózatot, az a Lolita sziget, hogy hívják? Ez az száll, Epstein, száll, Epstein? Igen, aki, akit konkrétan a börtönben megölnek, és hát, hát igen, nem tudjuk, hogy hogyan, hát megöngyilkolta magát. Aha, tehát úgy tele vagyunk olyan történetekkel, amit elhazud, vagy, vagy például a, hogy a felrobbantása, ugye a, a gázvezeték felrobbantása. Hát ne az szórakozzunk szóra. már, hát ez egy bűncselekmény, hát egy vagyontárgyat, egy, egy, egy fontos vagyontárgyat felrobbantanak, és semmi nem történik. Nem tudom, hogy hát -e, tehát hogy végig ezt az, az óriusz, pont azt jelenti, hogy én megúszom azért, aki vagyok. És kettős akkor ez jön hozzá még ugye az. A kettős amit... mérce. A kettős, kettős mérce. mérce. Pont a erről mérce. beszéltünk a, mérce. a legutóbb, hogy az Orius energiája azt is behozta, hogy most teljesen függetlenül attól, hogy ki milyen politikai vagy ki, kinek ott van megholva. mindenki azt éri meg, hogy azok, akik valahol valamiért valaki, azok nem kapják meg azokat a büntetéseket, ezeknek a kettős mérce energiáját látjuk, és, és, Tudod, és igen, jelentkezik igen, meg. Igen, igen. És az amikusz pedig, igen, az a lényege, hogy, hogy ugye nem törődik azzal, hogy valamit tiszteletben kéne tartani, mert egy szent tárgy, hanem elkezd vele verekedni, ez pont egy, hogy hívják, egy gyertyatartó, amit ugye egy szentéből kivesz, mert ő nyerni akar. Tehát, hogy olyan eszközökkel, annyira piszkos eszközökkel operál a politika, hogy az egészen megdöbbentő. Tényleg így van mindenütt. A politika, és hogyha megnézzük, még az amikus nagyon érdekes, hogy, hogy. A háború is, maga. Tehát bármelyik háborút is nézzünk, amit most épp zajlanak mondjuk egy háború soha nem túlzottan erkölcsös, de azt a fajta tisztességtelenséget és mocskot, ami például a gázai jövezetben történt, az a leírhatatlan. Ez a leírhatatlan. Ez a leírhatatlan. Az, leírhatatlan, tényleg a leírhatatlan, tehát arra nincs szav, arra nincsenek szavak. Tehát, tehát, hogy nem, csak ártani akartak, hanem megsemmisíteni. Tehát valami olyan, minden, nem is veszik, mert rosszul vagyok tőle, tényleg én, én nem, azt nem bírom elviselni, hogy gyereket bántanak. Hát azt nem bírom elviselni, mert két felnőtt ője egymás, hogyha akar, két nagyhatalom, csak hagyják békén a gyerekeket, tényleg, jó. És, És erre jött rá még az, amit is elnézést, hogy itt át is veszem, mert ez volt az egyik legérdekesebb talán, amikor, amikor a farmasztrológus a, a is így felhördül, hogy amikor már napra pontos dolgokat találunk, az mindig izgalmas, Ugye a tavalyi is mondtuk, hogy ugye azért a, amikor egy két égítes találkozik, és ugye ők nem úgy találkoznak, hogy találkoznak aztán utána soha többet, vagy majd nem tudom hány év, év után, hanem általában ugye ez egy ilyen finom mozgás, retrográd mozgások miatt, oda-vissza, ugye ezt is ne, ezt nevezzük lasszó tranzitnak, amikor, vagy lasszó mozgásnak, amikor hát ők így találkoznak, szétmennek, találkoznak, szétmennek, és ezt a történetet ezzel a szentség és profán dilemm, dilemmáját hordozó, amiről az imént beszéltünk, amikusszal mozgott együtt a Plutó. Ami a legérdekesebb, hogy az utolsó surló, surló hatása, amikor még a legnagyobb pofont meg tudta adni az amikusz a Plutónak, vagy a Plutó az amikusznak, tehát ők egymásnak, az pont 10.07. volt, amikor kirobbant a, a, a gázai a háború. Tehát, hogy pont egy olyan dátumra lehetett látni azt, hogy 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 ezek azért fájdalmas ö, 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 pontok. Tanulságos az volt leginkább karmaasztrológusként, hogy, hogy abszolút beigazolódott, és, és minden ponton, hogy nagyon figyeljünk, hogy a retrográd mozgások és az utolsó retrográd pofonok tudnak, és hogy bizony még a súrló, amikor csak hogy épp hogy odaér, de tulajdonképpen már nem megy rajta vissza, vagy oda, ha, még az utolsó találkozás a legfájdalmasabb pontokat tudja Én. ki, vagy okozni. Ez abszolút így van, és akkor igen, itt van még a szeme. Így van, a Sauron szemét azért tartottuk fontosnak, vagy tartottam fontosnak kiemelni, és itt csak tényleg annyi gondolat, hogy itt ugye több égítest is találkozik a, a, a sauron szemével, és hogy itt is a szem szimbólum, a mindent lát, és ugye azért hát gondoljunk vissza, hogy sauron mit figyelt, és mit csinált, és milyen, hogy is működött ez a szem, erről is tavaly többet beszéltünk, akit érdekel nézze meg. Én én a, a szemszimbólumnak az e, e, többszöri megjelenését most már így utólag azt tudom mondani az AI-hoz tudom kötni, ismét nem magamat. Az... Meg ez a most már nem is leplezett, igenis figyelünk téged, a nagy testvér mindent lát. Abszolút. Ugye figyelünk téged, és minden e, 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 mindenfajta eszközön keresztül állandóan és folyamatosan figyelünk téged. igen. És Csak... most már promotálják, ugye, hogy mennyivel egyszerűbb, hogy nem kell iratokat hordoznod magadnál, stb. No, tegyük be a, a csipet, és a többi. Yes, a... yes, a... Ez igen, a minden. Na, és akkor ez volt a valódi új évünknek a pillanata, ugye március 20-án, az esti a késő esti órákban, és ha jól emlékszem, én itt két dolgot emeltem ki, az egyik, ez a négyes konjunkció a kosban, Keiron, Asztrea, Jupiter és Vesta, ami gyönyörű is lehetett volna, hiszen ott vannak a karmikus sebek, amiből mi változni akarunk, amit meg akarunk törni, és ezt hogyan lehet önbizalommal és ráfókuszálással? hát nem tudom, kinek sikerült ebből mennyi, azt hiszem, hogy inkább az történt, sajnos, mert ugye ez a probléma mindig a mundán dolgok, hogy, hogy ott, de ugye mindig ezt ez, ez is egy griga hogy a Jupiter mindenből sokat ad, sajnos a szarból is, és különösen mundán értelemben sokszor, tehát hogy felnagyítja a rosszat. És egyébként ennek nem kellene olyan rossznak lenni, hiszen tényleg fókuszálj rá arra, hogy mit lehet, milyen sorsot lehet változtatni, annak érdekében, hogy ne gyűjts be további Ö, hogy hívják ott, karmikus sebet. Mi történik? Totálisan, exponenciálisan további karmikus sebeket gyűjtöttek be. a testvérháborúk, ha megnézed. Egész megdöbbentő, tényleg egész megdöbbentő. És ez az ötös ház, pont ugye a szerelemháza, szerelem szeretett gyermekén kreativitás urá. És a másik pedig ez a hármas konjunkcióit, a Vénusz Júno felszálló olcsomó, ugye? A, tehát még mindig az a sorsfeladatunk 2023 elején, hogy teremtsünk a bika által ural dolgokat, pénzt, harmóniát, biztonságot, és akkor még ráadásul ugye ott van a Vénusz a saját jegyében, és uralja ezt a felszálló olcsomót, és ott van a Júno a szövetségkötés. Csak ami mondjuk egy kicsit elgondolkoztatott, ez a desztenes, ez nagyon közeli urános, hogy ez mind szépen. Nagyon. Igen. Jó, nem sok szlájdunk maradt. Igen, nem. Ami, ami itt talán izgalmas lehetett, ez a SZEREZ nap opozíció. Tehát, mond, ugye, látás, a SZEREZnek egy nagyon prominens pozíciója volt, hiszen a szupergalaktikus központon áll, a soha semmi nem elegendőnek a dilemmáját hordozza ez a pont. És ugye ez a boszorkánytan a magyar népességben egyébként érdekes módon. És a SZEREZ pedig tényleg az otthon, a család, a gondoskodás, a haza. És azért annyit tényleg mondjuk el, hogy ez a, az ukrán-orosz háború egyáltalán nem volt unprovoked, ahogy a hülye amerikaiak áldom kihangsúlyozza, minden CNN kihangsúlyozza, de hogy nem volt provokált, tehát abszolút provokált, a nyugat provokálta ki, könyörgöm. Ettől függetlenül tényleg az oroszok az agresszorok, és ettől függetlenül elképesztően hősiesen harcolnak azért a, 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 az életükért és az országokért az ukránok. Ezt azért mondjuk el. És ugyanezt Akkor... el tudjuk mondani a másik ö, ö, háborúból is, tehát számomra egészen megdöbbentő volt az, ahogy a, a, ennek a támadásnak a hírére a külföldön tanuló ö, izraeli fiatalok tömegesen jelentkeztek katonai szolgálatra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Európa melyik országában lenne így, szerintem semelyikben, hogy mentek haza, tehát az LA gépek vitték őket haza, néha a padlón ültek és minden, hogy minél hamarabb besorozhassák őket, és harcolhassanak hazájukért Ez, ez elkép, mind a két részről elképesztően tiszteletre méltó ezt rögzítsuk. Be ezt a nem találod már sehol mert pont majd a... Jaj, nem szóval. a... Most a TikTokon időnként vagyok, és időnként elborzadok, hogy mik van, jó. Szóval úgy elgondolom, hogy ezek a kis fiúcskák, tehát kiterelnék őket a lévészárkban, minden nevelük, ahogy a jósnál ne kerüljön Hát a, akkor belépne a seját effekt, amit itt látunk. Egy -egy, igen, jó, persze, tessék. <gül> <az> <gül> Csak hogyha valaki, van. valaki tanul zsuzsán a saját energia, és ez különben, érdekes, hogy itt a napon a, a, tavaly, ugye a, 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 a saját És Ez az alferac is ott van, bocsánat. Tehát két, két öngyilkos Abszult. csillagot van. Abszolút. Tehát, hogy mindegyikben ott van benne, ugye, ha, amikor ez a kvázi öngyilkos csillagot mondunk, aki nem, aki nem, 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 ismeri ezeket, azért azt szóval hozzáteszem, nyilván ez nem azt jelenti, hogy az álló csillag nem hoz rosszat, de ezt ne felejtsük egy ettől függetlenül azt, azt az energiát be tudja hozni, hogy valamiféle hajlamot, valamiféle irányultságot azért tudnak ezek a csajok mutatni, mert valamiért mi ott gyógyultunk, tehát ezzel kapcsolatban van karmikus témánk. Na most, amikor egy karmikus témát rosszul kezdünk el használni, az azt jelenti, hogy akár rosszra is tudjuk fordítani, hiába próbál szegény állócsillag nekünk pozitív energiákat közvetíteni. Tehát pont ez a két állócsillag arra próbálja felhívni a figyelmet, és arra próbál energiát hozni, hogy ne legyetek hülyék, mert a saját veszteteket csináljátok meg, és saját magatokat gyilkoljátok le, komolyan, tehát szuicid módon teszik de, de, ha, ha ez nem jó, tehát ez egy figyelmeztetés, ez egy erős figyelmeztetés volt ott, hogyha nem, azon, nem azokon a módokon és nem azzal a kellő odafigyelése, hogyha a gondoskodás energiáit nem úgy használjuk ki, és a többi, és a többi, akkor a vesztünkbe tudunk rohanni. Na most teszem, hogy ezzel kapcsolatban nem, nem, voltunk feltétlenül tavaly sem optimisták, mert, 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 mert ahhoz viszont tudatosan kéne ezekre az energiákra és figyelmeztetésekre figyelni. Ugye ez, itt az a nagyon érdekes, hogy itt egy kos 0 fokán áll a nap tűpontosan, saját pedig valahol halak 29 fok 40 valahányon. Miből, mi következik ebből, hogy az egész szintet, az egész borzalmas 20. században mindig a kos 0 foká, ez Az van. Egy vonalban állt a sajáttal, és nézd meg a XX. századnak a borzalmait, a totális öngyilkosságot konkrétan, és sajnos ott lesz még a következő nagyjából száz évben is. Pontosan, és akkor utána szépen már távon kerül. Már távol, kerül, így, amikor, így, így van, van, de hát igen, tehát, tehát ez azért borzasztó, ez ez két nagyon, nagyon gyilkos évszázad tulajdonképpen ebből. Gyilkos a évszázad. Öngyilkos évszázad, igen, és ez a friss öngyilkosoknak a gyógyuló helye, míg az alferac az az a hely, ahol te megtanulsz újra szabadon mozogni. Tehát abból a bírultságból, abból az összekötöttségből, megkötözettségből, amit ez okoz a lelkedben, hogy elpusztítottad azt a testet, ami téged ebben az inkarnációban vitt volna előre, ugye ez az egyik legborzasztóbb bűn onnan föntről nézve, ott, a, tehát az alfel az, ahol visszahelyeződnek a lelkek a normál kerékvágásban. Az meg a hey, tejralom van, basszus, az a hárma. A négyes konjunkció, tehát remek, ezt tudom mondani. Jó. Ezt nem tudom, mennyire nem, tud, tehát nem emlékszem el, hogy ezt mennyire hangsúlyoztuk ki, de nyilvánvalóan itt már a, vége fel, ugye ez a, ez a, már a vége felé történtek ezek a szlájdok, és valószínűleg csak megemlítettük, mint érdekesség. De tényleg izgalmas ez a képlet ilyen szempontból, most így utóra jó? És akkor ez a, ugye volt egy diszociális sárkány, ami megint csak amiatt izgalmas, mert attól diszociális, hogy nézzétek meg, a Plutó is a bak végén van, és a szedna is a bika végén, tehát létrejönnek a fényszögek többszorosan, viszont energetikailag a szedna szerez trigon az egy és a Plutó szerez trigon az meg egy kvadrát. Tehát ettől, ettől ugye diszociális, és mivel két égítest is ugye a jegyek legvégén van, megint csak ott van ez a megakadás, ez a, ugye, amit analitikusnak nevezünk, ami az egész 2024-es évre szintén jellemző lesz. Tehát érdekes visszanézni egyébként ezeket a dolgokat, hogy ezek nem elvágulak van végük, hanem szépen mennek át. Ugye attól, hogy dátumot váltottunk, attól még nem. Jó. Igen, és akkor van egy ilyen nagyon érdekes kis mozdonyunk, harmónia háromszög és angyalszárny együtt. Mit emeltünk itt? Alapértelmezetten itt, ami a, 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 a a kiemelésre került, hogy milyen megoldások és milyen lehetőségek vannak, de ugye ezekről már beszéltünk, tehát hogy mi az, ami segítségét ö, ö, tud segíteni, de igazából ez már az összegzése, megelőzése volt, és hogyha tovább is ugrasz, hogy miről, mit mondtunk 2023-ban. Na, és akkor ez volt, tessék, nézzétek meg, drágáim. Mit mondtunk? Korszakváltás bevezetével. éve. Stimmel, ugye itt most visszagondolunk, elfelejtettük megemlíteni a Káosz nevezetű Kentaurt. Ugye biztos, hogy emlékeztek rá, hogy a, hogy a Káosz nevezetű Kentaur elhagyta az ikreket, és belépett a rákba, és ott kibesétált az ikrek és a rák között, hogy a rák nulladik foka az megint egy nagyon prominens hely, hiszen a nyári napforduló pontja, ezek a, ezek a kardinális pontok mindig barmi fontosak, és akkor azt mondtam, hogy bizony elkezdődik egy programozott Káosz. Ez volt, és hát ebből láttuk azt, hogy a, meg hát a Mesartinból az állócsillag, a korszakváltás bevezetőjével nem történik még meg a korszakváltás, mondom, jó esetben majd 2026-ban. A felfokozódó diszharmóniákban sajnos igazunk lehet. A társadalom elégedetlen és ami robbanáshoz vezethet. Hát nem lett robbanás, ez nagyon érdekes, én, én fogadásokat kötök, hogy állandóan a barátaimmal, hogy vajon a németeknél vagy a franciáknál fog kitörni a, előbb a polgárháború. Nem tudom, szerinted? Franciák nem. Jó, de nem tudom. Aztán de aztán... most lehet, hogy elviszi a gondolkodásomat a, a, az, amit láttunk a 2024-es előrejelzésben, hogyha valaki hogy megnézi, és ugye a, a legproblematikusabb időszakad, amit kiemeltünk, az pont az júliusi, amikor ugye a, a, a Párizs. És, és nekem ez, hogy jó, ez a, nem ugyanaz, amikor a, ugye a néplázat fel, vagy ott történik valami esemény, de én tartok tőle, hogy a kettő össze fog függeni. De ez egyelőre inkább egy spekuláció részemről, mint... Reméljük, hogy nem lesz igazunk. Egyébként pedig nagyon érdekes volt, mert úgy harangozták be a francia szilveszter, vagy nézzétek vissza, hogy ez egy ilyen előpróbája annak majd, hogy milyen lesz a az olimpia, hát kurva jó van, mint 80 autót felgyújtottak, vagy nem tudom, hogy 800-at, nem is, nagyon sok autót felgyújtottak Párizsban. És, és, hát abszolút randalírozás volt, és akkor ez a hülye egyébként kezd kipupárodni, tehát én, én Makront Mikronnak neveztem hosszú ideig, <laughs> igen, mert egy ilyen kis hülye pöcsfejnek tartottam, de érdekes, hogy kezdik kinőni magát, tehát azért ezt is rögzítsük, na de azért most sikerült azt mondania, hogy hát egy évszázadban egyszer tud egy, egy ország olimpiát rendezni, egy évezredben egyszer tud katedrálist építeni, mert ugye most fogják átadni a, a Notre Dame-ot, hát nagyon kíváncsi vagyok. Ő, ők Igen. így készülnek, hát az, ha ez volt az előpróbája, hát akkor katasztrófa. Én azért én... azt mondanám, hogy ha hogyha bárki asztrológusként megkérdezne, elővigyázatosságból nem biztos, hogy nyáron én Franciaországban lennék. Nem, nem, én, én, nem nem én, én idén el fogom kerülni. Igen, és ugye a kérdések és nem a megoldások éve mondtuk, ahol legfontosabb feladatunk a, a tiszteletes lett volna, vagy lenne. De nagyon érdekes volt azt látni viszont, én ezt most abba hagyom, mit szólsz hozzá, és akkor no. kerekítsük le, az viszont nagyon érdekes volt, hogy Európa népei felébredtek. Tehát nézd meg, hogy a, hogy a von der leyen a Twitter vagy, vagy Facebook bejegyzése alá miket írtak neki. Tehát, hogy az emberek nem hülyék. Tehát kezdenek felébredni, tehát a tisztánlátás, tehát ez a szem, ez duplán is ott van, nem csak, hogy bennünk megfigyelnek, hanem mi nyílik a szeme az embereknek, hál' Istennek. Tehát a szeme. de de a, a, viszont ettől függetlenül a polarizálódás meg erősödik, erősödik hogy milyen mozit nézünk. Tehát, hogy elképesztő az, amikor e, e, emberekkel beszélgetünk, és azt látjuk, hogy tökéletesen ugyanarról az eseményről. Mennyire a más? Tehát, látják el a tehát, hogy ez így, ezért Csak. rossz, a másik meg azért jó, és ez a... Mi történik? Szoktam mondani, hogy az igazság azon múlik, hogy hol kezdesz bele a történetbe. Ez így van. Ez így van. És ez a, ez a történet, ami, ami, most van, ez annyira hosszú és annyira régi már, Igen. Hogy, hogy akik most kapcsolódnak bele, az nagyon felszínt kapargatnak, és én ezt mi magamról is tudom mondani. Tehát, hogy ez nagyon nehéz látom. Én látom, hogy, hogy olyan emberek, akiket, akiket ismerek 10 éve, és ugye szélsőségesen nagyon ultraliberálisok voltak, azok hogy annak, hogy kezd a fejükben benőni, vagy hogy kezdenek másképp gondolkodni. Ez is egy érdekes folyamat. Igen. Igen de, de hát Jó. itt az, a, ugye az a kérdés, hogyha egységre törekszünk, ugye, amit mindig el szoktak mondani, és ugye, tehát, hogy egyek vagyunk, meg, meg, azok az elvek, amiket mondana, de hát pont azzal, hogy ilyen szélsőségesen, liberálisan, vagy szélsőségesen, konzervatív módon gondolkodunk, hát ez nem teszi lehetővé, hogy, hogy nem, nem lehet így nézni, Én maradnék a arany középnél, vagy menj ki, hagyd el a buborékodat, tehát szabad, hogy legyen világnézeted, sőt, legyen, legyenek elveid, legyenek világnézeteid, de lehessen azt hajlítani, tehát tehát én azt gondolom, hogy hogy mindig vannak túlzások, tehát amikor észreveszed, hogy van egy túlzás, ott kell azt mondani, hogy hiába vagyok ez vagy az, ezt már nem, bocs. Így van. És akkor, van. akkor maradhatnánk ott az arany középúton. Pontosan. Jó, Jó. Ez volt 2023 igen, nagyon érdekes volt visszanézni, nagyon szépen köszönöm neked, tényleg. Én is neked. És akkor nézzük a 2024-es évet, hogy milyen lesz, és akkor szerintem ez lehet, hogy ez is egy hagyomány lesz. Így most van, meg... jövőre, meg újra visszanézzük. Benneteket pedig nagyon sok szeretettel várunk a Tiszta Forrás Intézetbe, hogyha van kedvetek, akkor iratkozzatok be. Lassan most már, ugye az új évben, akár bármikor be lehet iratkozni. Így van, és írjátok meg, milyen volt az évetek. Abszolút, tényleg ezt nagyon szépen kérjük, kommentben írjátok meg, hogy milyen volt az évetek. Sziasztok! Sziasztok!